A világ legrégebbi stúdiópalotája a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai tömbje. Régebbi, mint a BBC székháza, hiszen a londoni Broadcasting House 1932-ben készült el, a budapesti adás viszont már 1928-tól a Bródy Sándor utcából szólt. A főúri pompa nem meglepő. Mielőtt a rádió megkapta volna az Esterházy palotát, 4 évig köztársasági elnöki rezidenciaként működött. A szóbeszéd szerint a Márványterem kandallója alatti pincerészből titkos alagút vezet a Nemzeti Múzeumba, menekülési útként az államfőnek a palotából. Ma is pompás termeit koncertek, irodalmi és kabaré műsorok élő közvetítésére vagy felvételére használja a rádió. A legkülönlegesebb stúdió a 6-os. Akusztikus tervezője a Nobel-díjas magyar biofizikus Békési György. 1935-ben sikerült olyan szép akusztikát kialakítani, hogy az itt feljátszott nagyzenekari felvételeket nem kell utólag elektronikusan feljavítani, már eleve szépen szólnak. Nagyon szép a hangzás, ami részint ennek a sok fának köszönhető, ami lehet látni a falak, és burkolva vannak fával, és az is egy nagyon rafinált módon. Vannak ilyen rések, ilyen háromszögletű rések, ahol nincs fa, de és ez az egyenetlenség, ez is segít az akusztikának. Tehát az akusztikának olyannyira, hogy itt hangversenyeket is tartanak. A rádiózenekar leghíresebb dirigense Otto Klemperer volt 1947-ben. Érkezése előtt 4 évvel alapította az együttes Dohnányi Ernő. Ma már nyílt titok, hogy a rádió szimfonikus zenekara a II. Világháborúban sok zsidó származású művész életét mentette meg. A munka úgy kezdődött 45 tavaszán, hogy nem csak hogy romokat takarítottak, hanem még a lovak tetemeit is ki kellett hurcolászni bizony az udvarról. Szerencsére nagyon hamar normalizálódott a helyzet, amit az is mutat, hogy Otto Klemperer 1947-ben Budapestre szerződött. Különleges figura volt, egy ilyen E.T.A. Hoffmanni figura, hatalmas, magas, kétméteres, vékony alakjával, nem beszélve a gumicsizmájáról, amit azért el kell mondani, hogy nem csak havas időben és esős időben használt, hanem bizony nyáron is, amikor fájt a lába. A Magyar Rádió épülettömbjében a főúri pompa mellett érintetlenül maradt meg az 50-es évek építészetének kommunista egyszerűsége. A bunker stúdiók annyira titkosak voltak, hogy még a rádiósok többsége sem ismerte azokat. Nevükből adódóan mindenki azt hitte, hogy valahol a föld alatt a pincében lehetnek. Valójában az 1952-ben épült 2 emeletes betonbunkert később észrevétlenül körülölelte és magába rejtette a sokkal nagyobb 5 emeletes szerkesztőségi irodaépület. Ez a bunker stúdió 6-7 leforgás alatt épült föl, 2 emelet magas, 3 méter vastag falakkal, 4 stúdió helységet foglalt magában, egy különálló telefonközponttal. Történeti íratok tanúsága szerint a bunker stúdió telefonközpontján keresztül hallgatták le az államvédelmi tisztek a rádiós dolgozók telefonvonalait 1957-től egészen a rendszerváltásig, a 90-es évek elejéig. A bunker stúdióból adás sosem szólt. Az 1956-os forradalom idején szólhatott volna innen a rádió, de műszakilag akkor még nem készült el teljesen. Így a megostromlott Bródy Sándor utcai stúdióépületből mondták a híreket. Ez az a bizonyos sóhajó hídja, ahol bizony nem mentünk már keresztül menni, mert féltük, hogy átlőni fognak. A forradalom első napján 1956. október 23-án Debrenti Piroska volt a hírolvasó bemondó. Persze lőttek, kiskatonák voltak itt. Én nem láttam, hogy a kiskatonáknál volt fegyver, nem volt fegyver. Ezek a kiskatonák 2 hét múlva leszereltek volna. Hát itt voltak a rádióban, mert már védték ugye az adót. Azt mondják, hogy ezeket a kiskatonákat sorba lelőtték. Thank you.
A televíziózás csak a forradalom után 1957-ben indult el Magyarországon. Így az évszázad mérkőzésének nevezett futballmeccset 1953-ban a londoni Wembley stadionból a rádió közvetítette. A Puskás vezette aranycsapat 6-3-ra győzte le az angol válogatottat, ami azért volt nagy szó, mert Anglia labdarúgó válogatottja 90 esztendeig kontinensbéli csapattól nem kapott ki hazai pályán. Kezdetben ugye a rádió volt a stabilabb, az alaposabb, az ismertebb, tehát mindenki a rádiót hallgatana, de hát a televízióval egy újabb információ, a kép érkezett meg, de ugyanakkor a magyarok maradtak még a rádiónál, tehát televízión nézték, rádión hallgatták az eseményeket. Ez szokássá vált, sőt még a Sydney olimpián, tehát 2000-ben is még ez így történt. Ma is még a legvakmerőbbek megcsinálják, csak most már az a bukfenc a dologban, hogy a televízió késleltetve adja a képet, tehát van egy olyan 7-10 másodperc késés, úgyhogy a rádióban már rég gólt kiállt a riporter, amikor a televízióban még csak lövésre készül a játékos. Amilyen alaposan ráijesztett a rádiósokra a televíziózás megjelenése, manapság pont annyira bíznak a digitális platformok fejlődésében. Miközben a BBC ezekben az években költözött vissza London széléről a belváros szívében álló Broadcasting House-ba, a Magyar Rádió most költözik ki a világ legrégebbi stúdiópalotájából.